Álláspontunk szerint a népfelség elve világos utat mutat a valódi demokrácia megvalósításához. Európa és országai évszázadokon keresztül vallják a zsidó-keresztény kultúrára épített társadalmunk megtartó és építő erejét. A 21. században az európai polgárok a hit, még egyszer mondom, a hit erejére támaszkodva biztosítani tudják a keresztény szabadság erkölcsi, jogi feltételei és fenntarthatóságát. Európa népeinek szüksége van őseinek hagyományaira. Ezért a közösségi erejükkel, szabad véleményalkotással továbbra is szeretnék kifejezni akaratukat. Semmi sem bizonyítja jobban Európa társadalmi és gazdasági szerkezetének vonzó erejét, mint az újkori illegális népvándorlás arab tavasz utáni cunamija. Emberek milliói szeretnék azt a jólétet élvezni, amiért az európai emberek évszázadokon keresztül átdolgoztak, alkottak, sőt, a téveszmék támadásai során életüket is áldozták. Ismert történelmi tények bizonyítják, hogy az európai polgárok végül soha nem ültek fel az erőszakra épülő, új és szebb korszakokat ígérő, álszent, hamis, érdekeket szolgáló, egoista személyek ígéreteinek. Sorolhatnánk a veszedelmeket, a mongol, a tatár, a török hódításokra elindulva a bolsevik náci vezérek által kirobbantott háborúkig. A II. Világháború óta viszonylag csendes Európa békéjét ismét hamis hittérítők, ármánykodó politikusok, pénzmágnások próbálják megzavarni. Furcsa helyzetet teremtenek. A népek akaratával szemben két oldalról feszegetik Európa kabuit. Világuralmi elgondolások, szuperhatalmi törekvések támadják Európa nemzeteinek szuverenitását, népeinek identitását, a valódi demokrácia alapkövének tekintendő szubszidiaritás szabad érvényesítését. Nemzeteink sorskérdéseit a nyílt társadalom hívei a polgárok megkérdezése nélkül akarják saját képükre formálni. A klasszikus liberalizmusból eljutottunk a liberál fasizmusig. A legitim demokráciára épülő európai polgári életmódot tagadva, politikus hiénák földrészünket szuperállamá alakítanák. Módszeresen küldik Európa kapuja elé a csempészekkel támogatott illegális gazdasági migránsokat. Kapun belül pedig felbérlik a pénzért megvehető árcivileket a társadalmi stabilitás fellazítására és a politikai, gazdasági zűrzavar előidézésére. Tény az is, hogy a politikai globalizmus zavart elméi Európára szabadították a terrorizmus rémét. Mai sajtótájékoztatunk az európai árcivil mozgalmak szervezésére szeretné rá irányítani a figyelmet. A toborzott, jól megfizetett civilek mondott csoportok hamis állarcot öltve a demokrácia és a jogállamiság védelmezőiként tetszelegnek. Csapataik célja a valódi civil szervezetek véleményének elhallgattatása és ellehetetlenítése. Visszatekintve azonban a 20. századra elmondhatjuk, hogy a népek támogatása nélkül a körmönfont eszmék elkorhadnak. Szükség van azonban az aktív szembeállásra. Ébernek kell maradnunk, bízzunk el az új szellemiségű Európában és a józanész győzelmével. Petíciókkal és a kell polgári kezdeményezésekkel fogjuk elérni Európa civiljeinek többségével a klasszikus demokrácia és a jogállamiság érvényesülését. Az általunk alapított Európai Unió civil együttműködési tanácsot tovább szélesítjük, azonban maradunk a saját kályhánknál, Széchenyi szavaival élve, semmit rólunk nélkülünk. Az Európai Polgári Kezdeményezés intézményét elvileg legalábbis azért hozták létre az Európai Unióban, hogy a civilek, az európai polgárok minden olyan témával fordulhassanak az unió döntéshozói felé, amelyek az európai népeket és társadalmakat foglalkoztatják. Másképpen fogalmazva, az európai polgári kezdeményezés nem a politikai elitek, hanem a nép, nem a fent, hanem a lent demokratikus intézménye az Európai Unióban.
és itt már is beleütközünk a legfontosabb problémába. Egy dolog az, hogy milyen céllal jön létre egy politikai intézmény, és egy másik dolog az, hogy ez az intézmény a valóságban hogyan működik, mire használják, hogyan torzítják el a külső, globális hálózatot. Természetesen a kép nem fekete-fehér. Vannak olyan európai polgári kezdeményezések, melyek valóban az európai népek, az európai polgárok, az európai nemzeti kisebbségek, tehát a civil társadalom érdekeit és értékeit jelenítik meg. Ezek közül is kiemelkedik például a Minority Safe Act, a magyarul a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés, amely célul tűzte ki egy európai szintű, az uniós tagállamokra nézve kötelező kisebbségvédelmi rendszer létrehozását. Az aláírásgyűjtés sikeres volt, és több mint 1.200.000 aláírás gyűlt össze, és most már az Európai Bizottságon a sor, hogy befogadja-e vagy elveti ezt a polgári kezdeményezést. Említendő még emellett a Székely Nemzeti Tanács által elindított a nemzeti régiók elismeréséről és támogatásáról szóló kezdeményezés, amelynek aláírásgyűjtési szakasza néhány hónappal ezelőtt kezdődött el. Sajnos még nem tart igazán erről ez aláírásgyűjtési akció, úgyhogy itt is felhívnánk mindenki figyelmét, hogy kapcsolódjon ehhez a Székely Nemzeti Tanács által elindított rendkívül hasznos kezdeményezéshez. Azonban az utóbbi időszakban olyan kezdeményezéseket vett nyilvántartásba az Unió, és erről szeretnénk igazából a mai nap önöknek beszélni, amelyek kifejezetten a részvételi demokráciával való visszaélésre utalnak, és arra, hogy a civileknek szánt intézményt megpróbálják a sarkaiból kiforgatni, és a neoliberális, föderalista és globalista elitek céljainak a szolgálatába állítani ezt az intézményt is. Három ilyen látványosan, hát mondjuk így, hogy gyanús kezdeményezésről van szó. Az egyik a jogállamiság tiszteletben tartása érdekében kezdett aláírásgyűjtésbe, a másik az uniós forrásokkal való csalásokat és visszaéléseket kívánja megszüntetni a döntések és a végrehajtás ellenőrzése és a szankciók révén, a harmadik pedig arra vállalkozik, hogy megállítsa a korrupciót a gyökerénél Európában, a források felfüggesztésével azokban az országokban, ahol a határidő lejárta után sem hatékony az igazságszolgáltatás, most ezek a formális leírásai ennek a három polgári kezdeményezésnek. Mi ezekben a kezdeményezésekben a leginkább feltűnő? Az, hogy tartalmilag kísértetiesen visszhangozzák azokat a Magyarországgal és Lengyelországgal, a szuverenitásokat védő és a bevándorlással szemben fellépő országokkal szembeni vádakat, amelyeket az unión belüli és kívüli fősodor harsog immáron évek óta. Nagyon feltűnő, sőt nagyon árulkodó, hogy ezek a látszólag civil kezdeményezések egészen véletlenül éppen ugyanazt gondolják és ugyanazt akarják elérni, mint amit például Jean-Claude Juncker, Angela Merkel, Franz Timmermans, Emmanuel Macron, Guy Verhofstadt, Margarete Vestager, Ska Keller és a többiek, tehát mindazok a föderalista, globalista, liberális politikusok, akiket jól ismerünk. És talán az is teljesen véletlen, mondom ironikusan, hogy ez a három kezdeményezés közel azonos időszakban indult el, bizonyára nem összehangoltan, és a háromnak bizonyára semmi köze nincs egymáshoz. Továbbra is ironikusan. Valamint a kezdeményezőknek bizonyára semmi kapcsolata sincs a liberális és globalista elitekkel, illetve az általuk irányított álcivil, mozgalmár hálózatokkal, amelyek felbukkannak a közép- és kelet-európai országokban, Ukrajnától Észak-Macedóniáig, Szerbiától Lengyelországig, hogy szivárványos tüntetéseikkel, akcióikkal próbálják az úgynevezett populista és úgynevezett illiberális kormányokat térdre kényszeríteni. De fordítsuk komolyra a szót. Természetesen minden európai polgár olyan kezdeményezést indít el az unión belül, amilyen csak akar. Így a neoliberális és globalista politikusok szándékaival mindenben megegyező iniciatívákra is ez vonatkozik. Viszont nekünk meg ahhoz van jogunk, civileknek és a civil összefogás fórumnak, hogy mindenből levonjuk a megfelelő következtetéseket, elméletieket és gyakorlatiakat egyaránt. Elméleti, politológiai szempontból minden mögött azt kell kiemelnünk, hogy az utóbbi évtizedekben a globális pénzügyi és gazdasági csúcselit célul tűzte ki a nemzeti, nemzetállami szuverenitás megtörését, amely még útjában áll a világtársadalommal és világkormányzással kapcsolatos elképzeléseknek, illetve a profit maximalizálásának. Ennek megfelelően jól tudjuk, megindult a támadás hazánkkal, Lengyelországgal, a V4-ekkel, Ausztriával és Olaszországgal szemben, felhívja a figyelmüket, hogy felkészül Dánia, megítélésem szerint. Első körben, ahogyan az illik,
állami, nagy politikai szinten indul a támadás, uniós és nemzetközi globális intézményeken keresztül, lásd ENSZ, valuta alap, bíróságok, Velencei Bizottság, Európa Tanács, stb. Ez a támadás a szuverenista országokkal szemben már a 2010-es évek elején elindult, először éppen velünk szemben, start töretlenül a mai napig, legújabban éppen ugyebár a hetes cikkei erőltetésében nyilvánul ez meg, utalnék a tegnapi eseményekre. Ez tehát az államok, a nagy politika szintje. Azonban a globális elit láthatóan nem elégedett ennek hatékonyságával, és egyre inkább az egész pályás letámadást indít el a nemzetállamokkal szemben. Itt említsük meg, picit elmondtam, elnézést ezért, hogy a 21. század három meghatározó szférája a globális piac, az állam és a civil társadalom. Ezek között egyensúlynak kell lennie ideális esetben. Ám immáron 20-30 éve azt látjuk, hogy a globális piac be akarja kebelezni az államot, a nemzetállamot, azonban ez még akadályokba ütközik, többek között azért is, mert a civil társadalom, a harmadik szereplő, sokszor siet a közérdeket képviselő nemzetállam segítségére a globális piac támadásával szemben. Például úgy, hogy nem szégyel egymás után háromszor elsöprő kétharmados többséggel megválasztani egy olyan kormányzatot Magyarországon, amelyik a leghatározottabban védi Európában a keresztény értékeket és a nemzeti identitást, valamint fellép az Európába irányuló migrációval szemben. Nos, éppen ezért váltottak stratégiát. Arra az elhatározásra jutottak, hogy a civil társadalmat is meg kell hódítaniuk ahhoz, hogy a nemzetállami szuverenitást végképp megtörjék. Vagyis álcivil szervezetek, álcivil NGO-k hálózatait hozzák létre azzal a céllal, hogy ezek megjelenjenek az adott célországokban, hangulatot szítsanak, megfordítsák a közvéleményt, tüntetéseket szervezzenek a szuverenista kormányokkal szemben, és nem utolsó sorban, és itt térünk vissza a mai témánkhoz, európai polgári kezdeményezéseket indítsanak el a nekik nem tetsző országok kormányainak megbüntetése, ellehetetlenítése érdekében. És hogy merjük kimondani újra és újra a nevet, mert már halálosan unjuk, a globális pénzügyi elit tagjai közül Soros György az, aki vállalta a feladatot, hogy olyan szinte az egész világra kiterjedő civil, idézőjelben civil mozgalmat és hálózatot hozzon létre hatalmas pénzügyi forrásokkal megtámogatva és folyamatosan finanszírozva, amelyik a liberális és globalista elit értékeit és céljait magáévá téve tevékenykedik a világ bármely országában, éppen ott, ahol a legnagyobb a nemzeti ellenállás. No border, no nation, írják a zászlóikra. És persze civil módon támogatják az Európába tartó migrációt is, mert mint tudjuk, ez is a nyílt társadalom megvalósulását segíti elő. Nos, így válik egy elvileg minden ízében demokratikus, sőt közvetlen részvételi demokratikus intézmény, azaz az európai polgári kezdeményezés, egy velejéig manipulált, már régen nem a polgárokról, hanem a globális elitek céljairól szóló intézményé. Újra bebizonyítva, hogy a demokrácia garanciája az unióban sem feltétlenül egy intézmény, hanem a mögötte álló politikai szándék, vagyis maga az ember. Összegezve, a globális piac az uralma alá akarja vonni az államot, és legújabban ehhez a harmadik szereplőt, a civil társadalmat is megpróbálja bekebelezni, és az állam a nemzetállami szuverenitás ellen fordítani. Ez mutatkozik meg abban, hogy már az európai polgári kezdeményezés intézményét is felhasználják céljaik elérése érdekében. Nagy szavakkal a világ sorsa dől el azon, hogy az a kísérlet sikerül-e nekik vagy sem. Ha megengeded, abban kiegészítlek, hogy nem csak az állam és a civilek együttműködése, mint olyan izgalmas ebben a témában, hanem az egyház is, és a hit. És elsősorban a hitre kell nekünk odafigyelni, és úgy gondolom, hogy a keresztény szabadság kiterjesztése, megvédése az hit nélkül a jövőben nem fog menni. És nem fog menni az egyházak nélkül sem, akiknek ki kell jönni az utcára, és az embereknek el kell magyarázni azokat a dogmákat, amelyeket ma is igaznak vélünk. Annyit talán még ehhez, hogy akkor talán Madácstól idéznék egyet, egy mondatot, hogy az ember küzd és bízva bízzál, az elé tegyük oda, hogy ember így és bízva bízzál, ugye is előtte a küzdés. Röviden a
az aktuális önkormányzati választások kapcsán két jogilag releváns kérdésre hívnám fel a figyelmet, amely kapcsán a Civil Összefogás Fórum megfogalmazta korábban is már az álláspontját, és most újra aktuálissá vált. Az első az az, hogy nagyon fontos, hogy a jelöltek tartsák tiszteletben azt az egyébként a helyi önkormányzatok európai chartájában, a magyar alaptörvényben és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglalt alaptételt, hogy helyi közügyek, illetve a helyi lakosság érdekében kell mind a polgármestereknek, mind az önkormányzati testületeknek tevékenykedni. Ez alól nem vonhatják ki magukat, és minden egyéb olyan tevékenység, olyan cselekvés, amely a kampányban azt a látszatot kelti, hogy országos vagy európai szinten kell megvívni az önkormányzati küzdelmeket, az, ahogy említettem, uniós és magyar normákba is ütközik. Természetesen azzal is tisztában van a Civil Összefogás Fórum, hogy az alkalmatlan ellenzék kitörési pontokat keres, de azzal is számolnia kell, hogy a helyi választók pontosan fogják tudni, hogy aki helyi kérdésekről teljesen fogalmatlan, csupán országos vagy uniós kérdések megtárgyalására használja fel a kampányt, az nem érdemli meg a helyi emberek bizalmát. A második témakör pedig, amely szintén részben az imént is említve lett, az az ácivil szervezetek kérdésköre. Itt e körben, anélkül, hogy vice versa sárdobálásba belevágnánk, vagy belekezdenénk, kétségtelen tényt rögzíteni kell, hogy vannak külföldről finanszírozott civil szervezetek, amelyek egyébként regisztrálási kötelezettség őknek vagy éltek, vagy eleget tettek, vagy nem tettek eleget, többnyire nem tettek eleget, holott pontosan tudják ezek a szervezetek, hogy a magyar jogszabály konvergál például az osztrák vagy az Egyesült Államokban hatályos normával. Az, hogy ezt nem tették meg, az még nem teszi természetesen ukafogyottá azt a tényt, hogy külföldről kapott pénzekből működnek, és amikor egy önkormányzati képviselő vagy polgármester jelölt, vagy akár főpolgármester jelölt mögé beállnak, akkor annak az ódiumát is az egész kapcsán tekintelünk kell, és nekik megviselniük kell, hogy közvetett módon külföldi forrásokat fogadhatnak el ezáltal. És mi ezzel a probléma? Ha valaki tisztán egy párt delegál, akkor a párttörvény azt szabályozza, hogy párt nem fogadhat el külföldről semmilyen támogatást, emögött az a nemzetbiztonsági szempont is meghúzódhat, hogy bizony, amikor megválasztják az érintettet külföldi források közvetett felhasználásával, utána a külföldi donor behajtja a szívességet, és adott esetben a dróton rángatja a magyarországi jelöltet, amely természetesen a nemzeti szuverenitással nem egyeztethető össze. Éppen ezért a Civil Összefogás Fórum állós szemekkel fogja figyelni mindazon álfüggetlen, álcivil szervezetek által támogatott jelöltek munkásságát, tevékenységét az elkövetkező időszakban, akiknél felmerül, hogy közvetett módon megsértik a párttörvény szellemiségét, és adott esetben jogalkotási javaslattal fogunk élni abból a szempontból, hogy mivel itt joggal való visszaélésről van szó, a jövőben olyan külföldről finanszírozott civil szervezetek támogatását, amelyek így módon megszegik közvetett módon a párttörvény szellemiségét, ne lehessen, illetve az ő támogatásukat ne lehessen önkormányzati kampányban sem, és országgyűlési vagy Európa Parlamenti választási kampányban sem felhasználni. Köszönöm. Mielőtt befejeznénk, akkor talán egy kis visszaemlékezés, és pedig mivel civilekről és civil egyesületekről, alapítványokról van szó, ugye tudjuk, hogy Magyarországon több mint 60 ezer ilyen civil egyesület és alapítvány van. Talán önök is emlékeznek arra, hogy amikor tavaly elkezdte és folytatta a Civil Összefogás Fórum a misszióját,
akkor rengeteg támadás érte az ügyben, hogy egyrészt honnan kapta a támogatást, másrészt mire használja. Ugye félrevezették a lakosságot akkor, és azt mondták, hogy a Civil Összefogás Fórum 4 filmet készített, ami ugye nem volt olyan értelme, igaz, hogy csak ezt készítette volna, hiszen a különböző televíziókban 350 alkalommal több mint egy perces adásokban reklámoztuk a civil egyesületek, alapítványok szükséges támogatását, hiszen az a véleményünk, hogy a civil társadalomnak, a civil közösségeknek tulajdonképpen önállóan is el kell, hogy tudják tartani önmagukat. De én az eredményet szeretném elmondani, és nagyon fontos, hogy a missziónknak az eredménye viszont megjelent az idei támogatások során, hogy kétszer annyi cég és vállalat támogatta a civil szervezeteket, mint az előző években. Ez azt jelenti, hogy 350 helyett 650 fölött volt a támogatás, és ezáltal az a normatív támogatás, amit még az állam ehhez hozzá csatolt, az nagyon népszerűvé vált, és íme a végeredmény, hogy nem szórtuk el a pénzt, hanem ráirányítottuk azokra a civilekre a figyelmet, akik valójában tudják a társadalmat, érdekeit képviselni, és talán a cégeknek is esetleg többlet, hogy mondjam, forgalmat, többlet elismerést tudnak generálni.